Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2018. május 29-én este 7:30-kor. Indul a több milliós projekt, Család és Karrierpont Kalocsán. Takaros kamionnal utazni, focista tesi órán. Gyereknapi jó kívánságok váltak valóra a kertvárosi iskolában, a kelták nyomában. Családi nap volt a Viski Károly Múzeumban. Egy hivatalos nyitórendezvénnyel indították útjára a Család és Karrierpontot városunkban. A projektnek köszönhetően 36 hónapon át tanfolyamokkal, előadásokkal, foglalkozásokkal és táborokkal segítik a nőket és a családokat. Most jutottunk el oda, hogy önöknek megmutathatjuk, hogy mit is szeretnénk mi ennek a pályázatnak a keretében csinálni. Ezekkel a szavakkal kezdte meg prezentációját dr. Magóné Tóth Gyöngyi, a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár vezetője. Az intézmény közel 200 millió forintot nyert pályázati úton a Család és Karrierpont létesítésére városunkban. A hivatalos megnyitóra most került sor. Jelen projekttel egy olyan térségi Család és Karrierpont kialakítása a célunk, amely komplex szolgáltatásrendszerével, széles együttműködési hálózatával valódi segítséget jelent a térség aktív korú lakosságának, mihez is, a munkaerőpiacon való érvényesüléshez, a munkapiaci megmaradáshoz, és mégpedig olyan módon, hogy a családi értékeket és a helyi hagyományokat fókuszba tegye. Ez különböző foglalkozások, szakkörök, előadások és programok szervezésével, illetve lebonyolításával szeretnék elősegíteni. Így lesznek többek közt nyelvi társalgók, családterápia és pénzbeosztási foglalkozások. Fejlesztő kommunikáció, konfliktuskezelés, családi kapcsolatok fejlesztése, testi-lelki egészség. Itt például megállok, ebben a helyiségben tervezünk egészséges ételek készítésének is a tanfolyamát. Ehhez is módosítási igény van, hogy megfelelő eszközöket szerezzünk be. Itt gondolok a sütőtől kezdve, a mosogató már itt van, csak be kell kötni. Tehát próbálunk, hogy hogyan lehet gyorsan, egyszerűen egészséges ételeket készíteni. De szerveznek a munka világára irányuló programokat is, így munkával kapcsolatos tréningeket, konferenciákat. A cél a nők munkába állásának segítése. Ezeken túl nagy hangsúlyt kapnak a gyerekek, nekik táborokat, klubokat szerveznek, mely mellett szakképzett óvónőkkel felügyeletet is vállalnak. Amikor egy anyuka ide bejön, és ő azt mondja, hogy ő angolt szeretne tanulni, főzni akar tanulni, vagy egy tréningre jön, vagy egy konferenciára, és nem tudja a kisgyereket, mert még mondjuk nem is óvodás, nem tudja hova tenni, vagy az óvodában szünet van, vagy ez este van, amikor már az óvoda bezár, akkor itt nálunk a gyerekre nem csak vigyáznak, tehát nem gyerekfelügyeletről beszélünk, hanem fejlesztésről beszélünk. A Kalocsai Család és Karrierpontnak a Volt Tiszti Klub éttermi helyisége ad otthont. A projektről többet megtudhatnak június 11-i gazdasági magazin műsorunkból. Rangos elismerést kapott a Paks 2 Atomerőmű ZRT, az Atom Expo Awards nemzetközi pályázat társadalmi kommunikáció kategóriájának döntőjében. A társaság oklevélben részesült. A nukleáris szakma egyik legnagyobb konferenciájára, az Atom Expo kiállításra idén a Fekete-tenger partján fekvő Szocsiban gyűltek össze az iparági vezetők, összesen 68 országból. Az eseményen a Paksi Atomerőmű is részt vett. Igen komoly delegációval képviseltette magát, mondjuk így a minisztérium. Süli miniszter úr vezetésével Paks 2-ből voltunk jó néhány, illetve a Paks 1-es kollégák is ott voltak az Atom Expo-n. Ez általában Moszkvában volt, most a 10. Szocsiban. A jubileumi rendezvényen osztották ki először az Atom Expo Awards díjat és okleveleket. Az 5 kategóriában odaítélt nemzetközi szakmai elismeréseket azok a nukleáris területen dolgozó szereplők és társaságok kapták, amelyek munkájuk során hozzájárultak a szektor fejlődéséhez, és mindez az emberiség fejlődésére szolgált. A Paks 2 ZRT az interaktív tájékoztató kamionnal nevezett a pályázatra. És nagyon örültünk, amikor arról tájékoztattak minket, hogy bent vagyunk a
a háromba. Azt nem tudtuk még, azt tudtuk elindulás előtt, hogy a háromba vagyunk, de azt nem tudtuk majd, hogy milyen helyezést fogunk elérni. Gyakorlatilag egy rövid tájékoztató filmet is bemutattak ennek kapcsán magán az Atom Expo-n, és egy elismerést kaptunk, amiben gyakorlatilag arra inspiráltak minket ott is, illetve maga az elismerés is arról szól, hogy követendő példának tartják azt, hogy ez a jármű működik. Az elismerést Lenkei István vezérigazgató vette át az oroszországi Szocsiban, mely díjátadó izgalmasra sikerült, hiszen a Paks 1 is díjazásban részesült. Mind a ketten nagyon drukkoltunk azon, hogy legalább valamelyikünk kapja meg a díjat, vagy a külön díjat, és mind a ketten nagyon-nagyon örültünk annak, hogy mind a két cég bekerült. A mobil látogató központként működő Paks 2 interaktív tájékoztató kamion 2009 óta járja az ország különböző településeit, hogy minél többen megismerhessék az atomenergiát, a paksi atomerőművet és a Paks 2 beruházást. A kiállítás 2009. októbere óta közel 300 ezer vendéget fogadott. Pénteken a Nebulo Egymi több mint 150 vendéget fogadott be, hogy átadhassa a még 2015-ben akkreditált módszertant, melynek célja a társadalom érzékenyítése. Közben összesen 10 állomás helyen várták a gyerekeket programokkal, ahol forgószínpadszerűen járták körbe a helyszíneket. A Klebersberg központ nem olyan régen pályázatot írt ki a tankerület intézményei számára, amiben az iskolának lehetősége nyílt jó gyakorlatainak megmutatására, módszerük átadására más intézmények részére. A Kalocsai Nebula Egymi is pályázott, és el is nyerte a támogatást a jó gyakorlat átadásához, tehát most ebben az évben, ebben a naptári évben a másodikosok, a hatodikosok és a kilencedikesek számára szervezett érzékenyítő akcióprogramjainkat bemutathatjuk más iskolák tanulói és pedagógusai számára. 10 intézményből egy-egy osztályi csapatokkal érkeztek az iskolákból. A vendégek messziről, Dávodról, Bács-Borsodról, Bajáról is ellátogattak Kalocsára a program során. Addig, amíg a gyerekek az állomásokon végigvándorolnak, addig a pedagógusok számára megtörtént a jó gyakorlat bemutatása, úgynevezett jó gyakorlat átadás történt. Ez a jó gyakorlat attól vált jó gyakorlattá, hogy a szakmai elméleti hátterét még 2015-ben leírtuk, egy független bizottság minősítette és alkalmasnak találta arra, hogy ezt a példaértékű leírást más intézmények számára is átadhassuk. A gyakorlat lényege a társadalmi érzékenyítés különböző életkorokban. Fő céljuk megmutatni az épp fejlődésű tanulók számára, milyen folyatékkal élőnek lenni, továbbá milyen nehézségekkel kell megharcolniuk. Most a 6. osztályosok akcióprogramja folyik, az úgynevezett rendkívüli kihívások napja, és ennek keretében megtapasztalják például, hogy kerekesszékkel hogyan lehet közlekedni, bekötött szemmel labdázni, szájjal festeni, de vannak egyéb ügyességi, illetve elsősegélynyújtási állomások is, ahol pedig tapasztalatokat szerezhetnek, ismereteket szerezhetnek az adott témakörrel kapcsolatban. A rendezvény sikeres volt, hiszen körülbelül 200 diák, és az őket kísérő közel 30 vendégpedagógus és az intézmény munkatársai vettek részt a rendezvényen, és tudták átadni tudásukat. Gyereknap alkalmából valóra váltak a titkos kívánságok a Kalocsai Fényi Gyula általános iskolában hétfőn délelőtt. Voltak, akik takaros kamionnal, rendőrautóval jöhettek reggel iskolába, másoknak focista, kézilabdázó vagy karate edző tartotta a tesi órát, és olyan osztály is, aki virslit kért Klotiltól, a jó tündértől. Ilyen jármű sem járt még az intézménynél. Kovács Miklós első szóra igent mondott, s vállalta a sofőr szerepét, hogy 2 hetedikes fiút iskolába hozzon. Ugyanígy a kalocsai rendőrök is, akik pedig 2 elsőst ültettek be az autóba. Aztán rendhagyó órák következtek, hiszen katonatiszt, focista, kézilabdázó és karate edző vette át az irányítást a pedagógusoktól. Nekem az volt, hogy az edzőm, a karatemesterem, Sián Szűcs Zsolt tartsa a tesi óránkat. Közel 8 éve karatézom, azért ez, mert
tesi órán kéziztünk, röpiztünk, és nekem az nagyon nem tetszett, és ezért most ki akarom próbálni a karatét tesi órán. Voltak gyerekek, akik szüleiket kérték, így rendőr beszélt a munkájáról, vagy éppen egy másik szülő a két hobbijáról, a motorversenyzésről és a kerékpározásról. Az is volt, hogy anya tartson egy órát, de anya, mivel tanár néni, ezért nem tudtam, hogy ráére vagy ilyesmi, és ezért apát választottam. Biciklikből behoztam 3 fajtát, és akkor a motorból egyet hoztam a lányomnak a motorját. Hát improvizáltam legfőképpen, nem, nagyon nem készítem, hát fejbe előtte, hogy átgondoltam, hogy mit mondok, mondjuk egy-két dolog kimaradt, de úgy tényleg csak improvizáltam, és örültem, hogy voltak kérdések. Egy apuka különleges eszközöket is hozott magával, teljes búvárfelszerelést, így irányítva a vízbiztonságra a gyerekek figyelmét. Víz az nagyon nagy úr, és tisztelni kell a vizet, és ne gondolják azt a felnőttek, a nagy többség mindig azt gondolják, hogy mindig mással történik meg. Velünk nem történhet baleset. Nem, ez nem így van. Mi nagyon sok helyre megyünk ki, rendszeresen a katasztrófavédelem által, különböző vízi balesetekhez, és mi szemtanúi vagyunk ezeknek a tragédiáknak. Gyerekeknek pedig azt tudom javasolni, hogy bármennyi is élvezik a strandot és a fürdőzést, ezeket az alapszabályokat tartsák be, és felnőtt nélkül semmiféleképpen ne menjenek ki a strandra fürödni. A másodikosok virslit kértek minden gyereknek az osztályból. Egy gyereknek tükörtojást sütött a tanítónénie, és egy kutyus, Rézi is meglátogatott több osztályt. Az a kívánság is teljesült, hogy egy gyík, Oszkár is bejöhessen a tanterembe. A nagyobbak pedig pizzát és sok-sok almát kaptak. A város és a környék óvodásainak versmondó versenyére került sor ma délelőtt a Zöldfa utcai tagovodában. A gyerekek állatokról, virágokról és a környezetünkről szavaltak, mondókáztak a 3-tagú zsűri előtt. Az én nevem Gomba Gábor, gomba vagyok a javából. Nagyot nőttem reggel óta. Így övünk mi gombamódra, nézte zsiga a kalapot, bánatosan sóhajtozott. Hely, ha gomba lettem volna, de nagy lennék már azóta. Szép verssel a környezetünkért jeligével az idei évben is megrendezte a Zöldfa utcai tagovoda azt a szavaló versenyt, amelyen a város és a környékbeli települések óvodásai vettek részt. A Zöldfa utcai óvodában már hagyomány, hogy megszervezzük a versmondó verset a környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódóan. Most egy kicsit korábbra tettük ezt az időpontot. Ennek a rendezvényünknek a lényege, hogy olyan versekkel, olyan mondókákkal készüljenek a gyerekek, amely a környezetről, a természetről, emberekről, állatokról szól. Így aztán a közönséggel együtt a zsűri tagjai 2 tucatnyi kiskacsáról, kismacskáról, madárkáról, virágokról és évszakokról szóló verset hallgathattak meg. A gyerekek pedig igazán ügyesen és bátran szavaltak egymás után. A zsűri, mint mindig, most is értékelte a megtanult versek hosszát, nehézségét és előadás módját egyaránt. Ugye azt mondta Erzsike Abonéni, hogy az volt a feladat, hogy szép versekkel a környezetünkért. Hát ezt kipipálhatjuk, ezt hibátlanra teljesítettétek, mert tényleg nagyon szép válogatások születtek, és ezt az óvodáknak és a szülőknek is szeretném megköszönni. Az alapos felkészülésért és a szereplésért cserébe pedig minden résztvevő jutalomban részesült. Senki nem megy üres kézzel haza, mindenkinek készültünk legalább egy színezővel, a helyezettek pedig könnyű jutalomban részesülnek. A dobogó képzeletbeli legfelső fokára az 5 évesek közül Deák Dorka, a 6 évesek közül pedig Kollányi Zoé és Sípos Vivien állhatott fel. Május 26-án délelőtt ismét családi napot rendezett a Viski Károly Múzeum. A programok között vetítéssel egybekötött előadás és kézműveskedés is szerepelt. A kelták nyomában jártak múlt hét szombaton délelőtt mindazok, akik ellátogattak a Viski Károly Múzeumba, hiszen ismét családi napot rendeztek, mely erre a tematikára épült. Amikor a támlapos programunkat megpályáztuk, akkor építettünk be egy családi napot, pontosabban kötelező volt egy családi napot beépíteni. Ekkor kezdtük el, évente 4 családi napot rendezünk azóta, most még a fönntartási időszaka van ennek a programnak.
és hát így alakul ki, tehát azt mondjuk a 5 éves hagyománya van, hiszen ezt 5 évvel ezelőtt kezdtük. Évente változó tematika alapján szervezik a programokat, ezelőtt a vikingek, most a kelták voltak Porondon. Mondanám azt, hogy egy régészeti kultúra, de itt vannak közöttünk a keltali származották, a skótok, az írök, a velsziek, a brötanyok, és nem akarom tovább sorolni. Tehát az európai kultúráira egy nagyon nagy hatása volt a keltáknak. Itt volt a Kalocsán is egyébként, a belváros alatt is itt vannak a kelta leleteink, és hát a kalocsai sárköz is tele van ilyen kelta leletökkel. A kelták óriási fejlődést hoztak az emberi kultúrába, a múzeum igazgató erre is kitért. Ők vezették be a vasat a termelésbe. Tehát a vasat már ismerték, fegyverként használták korábban is, de mondjuk úgy, hogy a polgári életbe, tehát a mezőgazdasági munkákba, az állattenyésztésbe vasat ők vezették be, ami nagyon nagy forradalmi robbanás, hiszen kemény fém az előző bronzhoz és részhöz képest, tehát emiatt ez egy nagyon nagy változás. A múzeum dolgozói az ételekre is nagy ügyet vetettek, természetesen maradva a fő tematikánál vaddisznót tálaltak korabeli fűszerezéssel. Egy-egy ilyen alkalommal a kreatív foglalkozások mellett vetítéssel egybekötött előadással is várják a családokat. A gyerekek is részt vesznek ezeken a programokon, de vannak olyan alkalmak, amikor a felnőttek, mivel családjáról beszélünk, ülnek az előadáson, gyerekek pedig kézművesködnek, de általában a gyerekek is ott vannak. Nem olyan nagy számú az érdeklődés, van, amikor 80-an is megjelennek, van, amikor 10-15 körüli a létszám. Az egyik kevés, a másik nagyon sok, hiszen ezeket a programokat ilyen 20-25 fővel lehetne isten igazából szervezni, tehát változó az érdeklődés. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Adásainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon, akalocsatv.hu-n. További szép estét, kellemes televíziózást, viszontlátásra!